kicsomizók, én Kiki vagyok, és már egy rózsaszín dobozzal érkeztem. Már nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy mi lehet benne. Nézzük is meg! Hú, nagyon izgi. Oké, vajon mi lehet? Hú, egy boríték! Vajon ma mire kell válaszoljak? Milyen az álomruhád? Ez érdekes kérdés. Sokáig képzeltem magamhoz egy legalább 5 méter hosszú ruhát. Tudjátok, mint amit Blake Lively szokott hordani a vörös szőnyegen. De már inkább valami visszafogott, egyszerű lucit képzelek magamhoz. Szerintem te bármiben szép lennél, Kiki. Köszi! Cuki vagy! Bár neked mindig jobban állnak a ruháim. Dehogy is! Csak azokat már mindig unod magadon. Lehet igazad van. Csinálhatnánk egy divat bemutatót. Mit szólsz? Totál benne vagyok. Szupi! Kicsomizók, nektek milyen az álomruhátok? Írjátok meg kommentben! Na nézzük, mi lapul a labdák alatt. Hol lehet? Mi látjátok, kicsomizók? Vajon mit fogunk ma kicsomizni? Nem találom. Nem tudom, hol van. Hát nem tudom, mi lesz így. Várjatok, csak nem fér bele a dobozba. Ez egy Barbie ruhatervező játékszet. Atta, mennyire menő. 5 éves kortól ajánlott. Ez egy ruha és egy kiegészítő nyomószett. Azt a mennyire menő! Imádom! Nézzétek! És a Barbie csinálja! Azt a... És ez a Barbie tervezi a másiknak a kiegészítőket, ruhákat, kalapokat. 5 féle csillám van hozzá és 46 féle matrica. És itt is van a folyamat. Hogy lesz belőle aztán ez a gyönyörűség? De majd megnézzük gyakorlatban is. Alig várom, hogy elkészítsem. Nagyon szuper. Itt van, ahogy Barbie elkészíti, majd átveszi egy másik Barbie, akinek épp készült ez a megrendelés. Nagyon szuper. De nézzük meg, mert már nagyon izgatott vagyok. Készen is van a stúdió. Itt van Barbie. Na nézzük is meg! Imádom a haját, nagyon szép színe van, és a szettje is nagyon tetszik. Nagyon jó, pontosan illik ez a foglalkozáshoz. Szerintem, ha én ezt a munkát végezném, én is így öltöznék fel, bár a Barbie-nak a stílusuk tökéletes, mindig tudják, hogy mit mihez, és hogy vegyenek fel. Tökéletes. Szuper. És most ez a Barbie fogja elkészíteni a ruhákat. Itt vannak, hogy mit tartalmaz a csomag. Tartalmaz 3 táskát, 2 felsőt, 2 kalapot, 2 ruhafogast, és még magát a nyomtatót, plusz a pénztárat. Itt pedig útmutató van, hogy kell elkészíteni. Először is be kell tenni a ruhát a nyomóba. Utána kell választanunk egy matricát, amit épp szeretnénk. Majd rátesszük, 5-ször lesimítjuk, majd a rajta lévő fóliát szépen lehúzhatjuk. Majd jön a legizgalmasabb rész, választhatunk csillámot, amit útszint ráhúzogatunk erre a kis pulcsira. Végül pedig, ha ezt megcsináltuk 3-szor vagy 4-szer, utána lehúzhatjuk ezt a csillámot, és készen is van. Ugye nem is olyan bonyolult, és ezt megcsinálhatjuk bármin, táskán, kalapon, vagy épp egy másik felsőn. Mindenhogy csodálatos lesz. És az a legjobb, hogy a matricát le lehet szedni, és talán át lehet rakni egy másik kiegészítőre, vagy ruhadarabra. Így tudom váltogatni. Nagyon szuper! Ezt figyeljétek, mennyi matrica van! Nem is tudom, melyiket választam, annyi jóféle van. Itt pedig a csillámok, ebből 5 darab van, mind az 5 nagyon csajos szín. Most pedig a szett legizgalmasabb része jön, a nyomó. Ebbe fogjuk majd beletenni a kiegészítőket,
És itt van az, amivel majd rá kell simítsuk a csillámot és a matricát is. Szuper! Ezt ide teszem. Jó. Most pedig válasszunk a ruhadarabok és a kiegészítők közül. Itt vannak ezek a táskák. Nagyon szép mindkettő, imádom a színüket. Mik vannak még itt? És van itt két sapka. Az egyik az baseball, a másik pedig ilyen teniszkalapszerűség, tudjátok. Oké, ezt ide teszem. És itt a kassa. Itt tudunk majd fizetni a hitelkártyánkkal. Nagyon szuper! Na de már érkezett is egy megrendelés. Hú! Egy pólót szeretnének. Nem is tudom melyik legyen. Talán legyen a kék. Az nagyon szuper lesz. Így. És ahogy mondtam, itt az első. Rá kell húzni erre a kis nyomóra, majd rátenni így a tetejét, és így jobban lesimítja. Most pedig ezt a matricát választottam. Merj álmodni! Ez egy nagyon pozitív idézet. Én is szívesen olvasnám a felsőmön, és így mindig emlékeznék erre a gondolatra. Oké, így rá is teszem. Most pedig jöhet a simító. Így mi? Ötször áthúzom rajta. Oda-vissza. Szuper, hogy jól ráragadjon. Egy kicsit így is. Most pedig lehúzhatjuk a felső rétegét. Így, és rajta maradt. Ez már egy jó kezdés. És itt vannak a csillámok. Ú, az összes nagyon jó szín. De most arra gondoltam, hogy próbáljuk ki mondjuk ezt. Így. Ez ilyen ezüstös gyöngyház hatású. Oké. Most pedig újra jön ez a simító. Oké. Ezt is így rányomkodjuk. Szuper. Azta! Már készen is van. Ú, de jó lett. Imádom. Hát ez kicsomisztikus lett. Én is szeretnék ilyen felsőt. Ez nagyon tetszik. Remélem, hogy meg lesz vele elégedve a másik Barbie, mert nekem nagyon tetszik. És rá is tehetjük erre a ruhafogasra. Így mi? Most pedig jöjjön egy táska. Arra gondoltam, csinálok neki egy egész szettet. Így. Erre pedig ezt a szivárványt választottam. Szuper. Ide középre rá is teszem. Szuper. Most pedig újra jön a simító. Ötször végig húzzuk rajta, ahogy a leírás mondja. Szuper. És le is jött a felső fólia. Erre pedig ezt a gyöngyház hatású, csillogós, aranyos dolgot fogom tenni. Így. Ezen is áthúzom párszor, hogy jól rásimuljon. Szuper! Meg is van! Azt a mennyire jó lett! Hát imádom! Én is szívesen járnék egy ilyen táskával. A suliban biztos mindenki irigyelné. Nagyon szépen csillog. És most megmutatom nektek, hogy hogyan lehet leszedni. Először is most egy pólóra csinálunk egy mintát, és aztán le fogjuk róla szedni. Így, erre a virágosra gondoltam. Jöjjön újra a simító. Oké. Jó sokszor jó erősen húzzátok át, hogy jól oda ragadjon. Erre pedig ezt a rózsaszínt fogom tenni. Mennyire cuki lett. Na de most figyeljetek. Most jön a trükk. Jó, így is jól néz ki. Így is felvenném, és biztos Barbie is. De most nézzük, hogy tudjuk ezt leszedni. Hopp, és már lent is van. És átragasztom erre a sárga sapkára. Na jó, ezen még jobban néz ki. Nagyon szuper.
hívni. Hát ez nagyon jó volt. Remélem, hogy a másik Barbie-nak tetszeni fog. És már meg is érkezett. Mutassuk meg neki ezt a kollekciót. Szia, Barbie! Reméljük, tetszeni fog, amit csináltunk. Oké. Először próbálja fel ezt a kék felsőt. Ehhez a szoknyához nagyon jól fog passzolni. És már rajta is van. De menő! Nagyon jól áll neki. Ez a kék nagyon jól megy a szőke hajához. Szuper! És végül a sapka. És a táskáról meg ne feledkezzünk. Hát ez nagyon jól áll neki. Szerintem ennél jobb kezdése ennek a biznisznek nem is lehetett volna. Már most csúsz szuperek ezek a dolgok, és reméljük Barbie szól majd a barátnőinek, és nekik is tudunk tervezni egy kollekciót. Már hozza is a kártyát! Örömmel kifizetem, tökéletes lett! Ó, köszönjük! Örülünk, hogy tetszik! Sziasztok! Szia, Barbie! Hát ez nagyon szuper volt! Szerintem ezt már elkönyvelhetjük egy nagy sikernek, és most már csak egyre jobb lesz. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és írjátok meg a közösségi fülön, hogy nektek milyen az álomruhátok. Sziasztok! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!